Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra stúdiónk vendége pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sokan köszönöm én is. Valamint Varga Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, köszönöm, hogy itt vannak. Köszönöm. És hát talán az nem titok, hiszen a híradóban már láthatták a nézőink, hogy a beszélgetésünk apropóját az adja, hogy a Videoton Holding ZRT külpiaci növekedési támogatási oklevélnek az ünnepélyes átadása volt ma. Ez most nagyon hosszan hangzik, de mit jelent ez, uraim? Tavaly előtt, amikor beütött a világjárvány, akkor viszonylag gyorsan kiderült, hogy ez nem csak egy egészségügyi, hanem egy nagyon komoly gazdasági kihívást is jelent majd Magyarország, a magyar kormány számára, hogy a világgazdaság visszaeséséből fakadó problémákat hogyan kezeljük. Ugyanakkor az is világos volt, hogy ez nem csak egy válság, hanem egy lehetőség is, hiszen akik a válság alatt beruháznak, fejlesztenek kapacitás, technológiát, azok hatalmas előnyre tesznek szert majd a válság utáni időszakban, mert egy válságban mi a reflex? Ugye mindenki kapacitást leépít, elbocsátja a munkaerőt, összép húzóckodik, viszont amikor a piac magára talál, akkor megint egyre több kereslet jelenik meg, és akkor azt valakinek ki kell szolgálni. És nyilván azok tudják ezt kiszolgálni, akik munkában tartják az embereket, akik beruháznak, több kapacitást hoznak létre. És ugye Magyarországon már van jó néhány olyan nagyvállalat, akik a külpiacokon is sikeresek. És ezért indítottunk egy olyan programot, ezt külpiaci növekedési programnak hívjuk, ami arról szól, hogy Magyarországon működő nagy magyar vállalatok külföldön is hozzanak létre, vagy ha már van, akkor fejlesztenek termelési kapacitásokat, mert ezáltal az ott képződött profit vissza tud kerülni Magyarországra, a magyar gazdaságot erősíti, itt hoz létre új munkahelyeket, itt jelent újabb fejlesztéseket. Ugye Magyarországon sok nemzetközi nagyvállalat működik kiválóan, akik a megtermelt profitnak egy részét, mi azon dolgozunk, hogy ez minél alacsonyabb legyen, nyilván hazaküldik abba az országba, ahol a központjuk van. Na most ugyanezt várjuk azoktól a magyar cégektől, akik külföldön nagy beruházásokat hajtanak végre, hogy ide küldjék vissza a profitjukat, és ugye a Videoton nemzetközi szintéren is egy jegyzett szereplő, Európa három legnagyobb elektronikai gyártószolgáltató vállalata közé beletartozik. Bulgáriában van egy gyáruk, és ott most egy több mint 800 millió forintos fejlesztést hajtanak végre. Ez a kormány 430 millió forintos támogatást biztosított, és azt várjuk, hogy az ottani kapacitás bővülés majd ide a magyar gazdaságba hoz vissza pénzügyi forrásokat. Akkor mondhatjuk azt, hogy pontosan illeszkedik a Videoton ebbe a beruházási támogatásban részesülő tégek sorába? Igen, a Videoton egy nagyon fontos és nagy hagyományú vállalat, és nekünk fehérváriaknak nagyon sokat jelent. Van itt egy mondás, hogy a fehérváriak három csoportba oszthatók. Az első csoportban lévők dolgoztak, a második csoportban lévők dolgoznak, és a harmadik csoportban lévők dolgozni fognak a Videoton, mert ez egy nagy hagyományú vállalat, amely élt ezzel a nagyszerű lehetőséggel, hogy a külpiacokon is helyt áll. Egy regionális jelentőségű cégről beszélünk, amely Bulgáriában épít egy üzemet, és Magyarország már abban a gazdasági helyzetben van, van olyan gazdasági ereje, hogy nem csak a beruházásokat befogadja, hanem kifektet, magyarul ő a beruházó, jelenik meg a környező országban, regionálisan, Közép-Európában befektetésekkel. Ez a nagyszerű üzenete ennek a mai eseménynek. Egy-egy ilyen támogatás egyébként azt is jelzi, hogy Székesfehérvár Magyarországban megőrizte az egyik vezető iparvárosának a voltát, illetve azt, hogy mondhatjuk azt, hogy a székesfehérvári ipar járványállónak bizonyult? Szerintem nem csak Magyarország vonatkozásában, egész Közép-Európa vonatkozásában ez elmondható. Székesfehérvár Közép-Európának az egyik olyan közepes méretű városa, most nemzetközi szempontból Magyarország nyilván nagyvárosnak számít, amely kifejezetten komoly tőkevonzó képességgel rendelkezik. Itt Székesfehérváron az autóiparhoz, az elektronikához kapcsolódó beszállítóipar Magyarországot néz az egyik legnagyobb koncentrációban van jelen. A világjárvány alatt is mintegy 70 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre itt működő vállalatok, amivel több mint 3000 munkahelyet tudtak megvédeni. Úgyhogy szerintem evidens, hogy egyértelműnek tűnik, hogy Székesfehérvár fejlődése a magyar gazdaság fejlődésével mindig ugye ilyen párhuzamosan halad. Hogyha a Fehérvár jól fejlődik, akkor a magyar gazdasághoz az bizony hozzátesz.
Nekünk mindig megtiszteltetés, amikor miniszter úr itt jár nálunk, és vendégül láthatjuk a városunkban. Azért is, mert ennek örülünk, de természetesen azért is, mert támogatást hoz. Akkor valami forrás érkezik ide. Nem az első alkalom, nem csak a járvány idején, hanem azt megelőzően is. És nem csak a külpiaci növekedési támogatás, hanem a versenyképességet növelő támogatás keretében is járt itt miniszter úr. Nagyszerű, hogy ezek a programok vannak, ezeket a külügyminisztérium elindította, és nagyszerű, hogy a székesfehérvári vállalatok, vállalkozók reagáltak erre, élnek ezzel a lehetőséggel, és ezzel Fehérvár gazdaságát tovább erősítik, és fehérvári munkahelyeket őriztek meg, és teremtettek újakat is. Nyilván nagyon fontos az, hogy mondjuk országosan hogy állnak ezek a források, de hát lokálpatriótaként azért azt is szem előtt tarthatjuk, hogy Székesfehérváron hogy állnak ezek a források. Rengetegszer beszélgettünk már itt szerencsére, de mondjuk készült valami összesítés, hogy Fehérvár számára mekkora támogatást hozott ide a minisztérium? Hát azt tudom önnek mondani, hogy Debrecent és a győri térséget követően Székesfehérvárra érkezik a legtöbb vállalkozástámogatási, beruházástámogatási forrás. Ez még egyszer mondom, nem véletlen, azok az ipari hagyományok, amelyekkel Székesfehérvár rendelkezik, azok feljogosítják, vagyis elvárhatóvá teszik az itteni vállalatok számára, hogy a nehéz időszakban is ne leépítéssel, hanem beruházásokkal védekezzenek. Én azt gondolom, hogy itt a fehérvári vállalatok is felismerték azt, hogy a kanyarban előzés az csak a kreszben tilos, a gazdaságban kifejezetten kívánatos. A számos nagyvállalat, hál' Istennek nem Magyarországon, úgy reagált a járványra, hogy visszafogta a tevékenységét. Ez automatikusan járt elbocsátásokkal, automatikusan járt gyárbezárásokkal, és a másik irányú automatizmus viszont nincsen meg. Tehát a leépített kapacitás nem épül újra magától. Ugyanis egy új világgazdasági korszakba léptünk bele, ami egy nagy versennyel kezdődik, a globális kapacitásokért zajlik egy világszintű verseny, és ez a verseny kifejezetten éles, és csak azok az országok tudnak itt győzedelmeskedni, akik kellőképpen támogatták a vállalataikat abban, hogy a növekedést válasszák a még oly nehéz időszakban. És ugye belegondolunk, tavaly és tavaly előtt 42%-kal csökkentek a nemzetközi beruházások, 5,3%-kal esett vissza a világkereskedelem mértéke, 114 millió munkahely egyszerűen eltűnt, tehát ez volt a természetes reakció. Mi Magyarországon egy másik utat jártunk be, aminek meg is lett az eredménye, mert tavaly három hatalmas rekordot megdöntött a magyar gazdaság, három olyan rekordot, amiből egynek a megdöntése békeidőben is megsüvegelendő teljesítmény. Ugye tavaly kezdték meg a Magyarországon működő vállalatok a legtöbb beruházást valaha Magyarországon egy év alatt, 1886 milliárd forint. Majd tavaly dolgoztak valaha legtöbben Magyarországon a kommunizmus bukása óta, 4,7 millióan, és tavaly volt a magyar gazdaság legnagyobb export teljesítménye 110 milliárd euró fölött, amire korábban szintén nem volt példa. Most ehhez mind-mind hozzájárultak a székesfehérvári vállalatok, ezekkel körül 70 milliárd forintnyi beruházással, amelyhez kb. 22 milliárd forintnyi beruházási támogatást adott a magyar kormány. Igen, egy másik székesfehérvári nagybultú cég a Köfém, aminek hagyományain épült fel a Hydro, amely decemberben jártunk miniszter úrral, és ők is ebben a versenyben fantasztikus azt látni, hogy hogyan látnak előre és élnek a lehetőségekkel. A Présüzem mellé most építeni fognak állami kormányzati támogatással egy öntödét, aminek két fontos üzenete van. Egyrészt lépnek egyet előre, környezetbarát is lesz a beruházás, hiszen az itt keletkezett a Présüzem hulladékát fogják az öntödében felhasználni, tehát nem lesz hulladék, és egy olyan gyártó kapacitás épül fel, ami már közel van ahhoz, hogy kimondhassuk rá, hogy elköltözhetetlen, már biztosan nem fog elmenni. Már akkora nagy erőt képvisel, és olyan jelentős, hogy nem fog elvándorolni, itt marad nálunk Fehérváron, és a fehérváriak itt fognak munkát találni, és nagyon fontos, hogy a kormány azzal is támogatta, hogy éjszaka jelent meg az a kormányhatározat, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősíti, nyilvánítja ezt a beruházást, tehát minden akadály elhárult, hogy a legrövidebb időn belül ez az öntöde felépül, és fehérváriaknak munkát fog adni. Ez a kiemelt övezetnek köszönhető? Nem, ez egy külön kormánydöntés. Ugye említett nagyon sok
világméretű verseny kapcsán nagyon sok pozitív számot meg rekord teljesítményt, miniszter úr, akkor mondhatjuk azt, hogy a kormányzatnak a beruházás és export támogatási programja az sikeresnek bizonyult, hiszen választ tudott adni hazánk ezekre a kihívásokra? Hát nézd, szerencsére a számok makacs dolgok, és nehéz ezekkel vitatkozni. Ugye 2014-ben vontuk össze a külgazdasági és külpolitikai területet a magyar kormányzati struktúrán belül. 2014 óta minden évben megdöntöttük a Magyarországra érkező beruházások rekordját és a magyar export rekordot. Ez alól egy kivétel volt a 2020-as esztendő, de akkor is a visszaesés mértéke Magyarországon jóval kisebb volt, mint a környezetünkben. Ugye a tavalyi esztendő azért is speciális, mert nem csak gazdasági, hanem egészségügyi eszközökkel is küzdeni kellett. És a gazdasági és az egészségügyi válságkezelésnek kéz a kézben kellett haladni egymással. És az látszik, hogy mind az egészségügyi, mind a gazdasági válságkezelésben a mainstream-mel szembeni álláspontot vettünk fel, és ezekről kiderült, hogy mind sikeresek voltak. Mert egyrészt biztosítottuk azt, hogy Magyarországon a vakcinák széles tárházából lehetett választani, tehát nem ragaszkodtunk kizárólag a nyugati vakcinákhoz, hanem a nagy ellenállás és támadások dacára keletről is vettünk vakcinákat, akkor, amikor a nyugati szállítások még jócskán akadoztak, és sokkal többen akartak oltást kapni, mint amennyi oltás rendelkezésre állt. És ugyanígy a beruházások, illetve a gazdaság esetében is nem segélyekre költöttük a pénzt, mert hogyha elkezdtünk volna segélyekre költeni, akkor gyakorlatilag magát a munkanélküliséget finanszíroztuk volna, és az végeláthatatlan, mert egy idő után ugye nincs gazdasági teljesítmény a kiadás mögött, tehát onnantól kezdve csak hitelből, adósságból lehet ezt finanszírozni, és onnantól kezdve egy jó kis adósság csapdába, na most idézőjelben nyilván a jót, került volna bele Magyarország. Mi azt választottuk, hogy nem a munkanélküliséget, hanem a munkanélküliség megelőzését finanszírozzuk. És ezért döntöttünk úgy, hogy a Magyarországon működő vállalatoknak a beruházásait finanszírozzuk, ahol egy feltétel volt, mivel túl azon, hogy a beruházást megcsinálták, nem bocsáthattak el senkit. Tehát a munkahely megőrzést. Megvédtünk 270 ezer munkahelyet, és a számok önmagukért beszélnek. 1886 milliárd forintnyi beruházás kormányzati támogatással soha nem kezdődött még el egyetlen egy esztendőben. Ráadásul ugye tavaly jelenthettük be a magyar gazdaságtörténet valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházását, az is ez a megyehez kötődik. Iváncsa, az SK Innovation nevű koreai elektromos akkumulátorgyártó vállalat, hogy hatalmas gyárat épít föl. Aztán év végén bejelentettük a második legnagyobbat, az az ország másik végében, az előbb már említett Debrecenben, szintén koreai vállalat, szintén elektromos autóipar területén hoz létre beruházást. Az exportnál pedig ugye 110 milliárd eurót biztosan meg fogja haladni, mert 110 milliárd volt november végén, és a december végi szám még nincsen meg, de ez azt jelenti, hogy már a 2021-es export novemberig meghaladta az addigi teljes éves rekordot, ami a 2019 volt, és 110 milliárd euró fölé még soha nem ment. 95-ek vagyunk, mi magyarok 95-ek vagyunk a világon a lakosság szám tekintetében, de az exportunk a 34. legnagyobb lett tavaly. Tehát ez világosan mutatja, hogy óriási versenyképesség, hatékonyság és termelékenység van a magyar munkaerő által a magyar gazdaságban. Ezek a számok, ugye ezek feketén-fehérben bizonyíthatóak, akkor miért támadja mégis mindig az ellenzék ezt a teljesítényt, vagy kérdőjelezi meg ön szerint? Hát mert ha azt mondanák, hogy minden jó így, akkor minek indulnának a választáson, vagy minek gondolnák, hogy saját magukra szükség van. Tehát nyilvánvalóan ez egy politikai vita. Ugye miket szoktak mondani, hogy Magyarország összeszerelő üzem, és ez micsoda lesajnáló dolog. Hát nem tudom, ha valaki látott mondjuk Audit összeszerelni, akkor azt szerintem az egy elég bonyolult dolog. Tehát még ha összeszerelő üzem is, akkor is egy elég bonyolult. Ráadásul lenézni az ilyen típusú ipari tevékenységet az jellemző módon azt hiszem, hogy néhány elitre vonatkozik csak. Mi azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk értékelni, akik a vidék Magyarországáról jöttünk, ott nőttünk fel, hogy az ipari teljesítménynek micsoda hatása van, milyen összetett és milyen komoly teljesítményt igényel. Ugye szokták mondani azt is, hogy csak a nemzetközi vállalatokat támogatjuk, ma ugye a Videotonnál voltunk, tehát szerintem ezt is nyugodtan kihúzhatjuk a kritikák közül. Egyszerűen nyilvánvalóan azt nem várhatjuk el tőlük, hogy gratuláljanak. Nekünk amúgy sem szoktak semmihez, tehát ilyen mértékben nem kívánjuk magunkat frusztrálni, azt hiszem. Ugye említettem, hogy közelegnek a választások, akkor hogyan látják, hogy mennyire állt ki a magyar kormánynak a gazdaságfejlesztési politikája az idő próbáját? Hát nézze, itt is a számok önmagukért beszélnek, én azt gondolom. Amíg a világon a világ gazdasági teljesítmény az idei esztendő végére
fogja elérni a becslések szerint, tehát 22 végére a 19-es szintet, addig Magyarországon tavaly nyáron, tehát 21 nyarán már a magyar gazdaság fölötte teljesített a járvány előtti szintnek. Ami azt jelenti, hogy másfél év előnyt építettünk fel, és a másfél év előny ez nagyjából annak köszönhető, hogy kb. 2,5 hónappal korábban tudtuk megnyitni Magyarországot és a magyar gazdaságot az európai átlaghoz képest. Az meg azért volt, mert gyorsabban tudtunk oltani. Gyorsabban meg azért tudtunk oltani, mert volt oltóanyag, amit meg nem csak nyugatról, hanem keletről is vásároltunk. Tehát minden visszajut oda, hogy erős az ellenzék mondott mindent, orosz rulett, meg minden butaságot, mert ne használjak ennél keményebb kifejezéseket, és emberéletekkel szórakoztak nyilvánvalóan, mert az ellenzék hasonlóan a nemzetközi liberális mainstreamhez még az emberéletekből is politikai kérdést csinál. De ugyanígy láttuk azt, amikor gázt kellett vennünk, akkor is mondták, hogy miért az oroszoktól, éppen másoktól nem lehet, de gyakorlatilag itt is ugye arról van szó, hogy gazdaságot üzemeltetni, ipart üzemeltetni, lakást, házat fűteni földgázzal lehet, nem politikai álláspontokkal. És mi itt Fehérváron ugyanígy gondolkoztunk, nem visszahúzódtunk, nem begubóztunk, és nem azt néztük, hogy most mennyire sújt minket a járvány és a válság, hanem előreléptünk, és a Fehérvár számai is azt bizonyítják, ez az iparűzési adó bevételen látszik, hogy visszatértünk a 2019-es év számaihoz, még úgy is, hogy a KKV szektor iparűzési adóját a kormány egy bölcs döntéssel megfelezte, de nem elvette, hanem itt hagyja a kisvállalatoknál. 1% itt marad, és azt a saját fejlődésükre fordíthatják, és visszatértünk a 2019-es szintre, tehát Fehérváron a fehérváriak is jól teljesítettek, és előre léptünk, nem hátra. És önök szerint mi várható ugye a következő hónapokban mondjuk gazdasági szempontból, hiszen mondjuk a világ egészét sújtja az inflációnak a növekedése, a különböző alapanyagoknak, vagy éppen a késztermékeknek az ára növekszik. Mikorra és mondjuk milyen eszközökkel szabadulhat meg önök szerint ettől hazánk, illetve a kormány? Hát nézze, először is ugye mindig a nemzeti érdeket kell nézni. Minden egyes rendkívüli időszakban a rendkívüliség abban áll, hogy olyan helyzetekkel szembesülünk, amikkel korábban nem. És ugye a politika az egy tapasztalati műfaj, tehát általában, ha valamivel szembesülünk, ahhoz hasonlót már láttunk, elő kell venni azt, hogy akkor mit csináltunk, és akkor megnézzük, hogy abból mi adottálható, mi nem. Ugye a mostani helyzet az olyan, amihez fogható még nem volt. Tehát a mi nemzedékünk életében egy egészségügyi válsághelyzetből fakadó gazdasági válsághelyzet még nem volt. És ilyenkor, amikor nem tud az ember korábbi tapasztalatokhoz nyúlni, akkor mindig a legmélyebbre leeresztett és ennél aztán legnagyobb súllyal lógó horgonyba kell belekapaszkodni, hogy ne menjünk el messzire az eredeti céloktól, az pedig a nemzeti érdek. És ugye a nemzeti érdek azt diktálja, hogy a magyar embereknek legyen munkája, Magyarországra jöjjenek a beruházások, a magyar embereket óvjuk meg a világgazdasági, mondjuk úgy anomáliáktól, meg mindenfajta káosztól. Ugye erről szól az energia területén bevezetett üzemanyagárstopp, erről szól a rezsi csökkentés vívmányainak a fenntartása, ezért kötöttünk hosszú távú gázvásárlási megállapodást az oroszokkal, mindenki mondta, hogy micsoda hülyeséget csinálunk, 3 nap múlva meg már mindenki ott állt, hogy honnan lesz földgáz, ami meg itt mosolyogtunk, hogy mi meg vagyunk. Ezért fagyasztottuk be egyes élelmiszeripari termékek árát, hogy az ön által is hivatkozott infláció és egyéb nyersanyag hiányból fakadó árnövekedés ne sújthassa korlátlanul a magyar embereket, tehát most olyan eszközökhöz kell nyúlni, amelyek rendkívüliek. Ugye egy szempontból hasonló szituációt már átéltünk, de az nem egészségügyi vészhelyzetből indult 2010-ben, amikor a magyar gazdaság szintén rendkívül komoly kihívásokkal nézett szembe, akkor éppen egy 8 évnyi szocialista kormányzás után magas államadósság, magas munkanélküliség, magas költségvetési hiányt vettünk át, és akkor is ugye ilyen egyedi típusú intézkedések kellettek, például amikor megszüntettük a több kulcsos adót, bevezettük az egy kulcsosat, adót csökkentettünk,
Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb adókat, család támogatási rendszert vezettünk be, adókedvezményeket, és ez mind-mind segített abban, hogy ma Magyarország az Európai Unió éllovasai között van a gazdasági szempontból. Tehát nem a külföldi szén hangokra kell hallgatni, nem szabad a nyomást előtt meghajolni, hanem csak a nemzeti érdeket szabad követni. Végezetül pedig mondjuk volt már mérlegen az, hogy mi az, ami megvalósult, de hogyha egy gyors számvetést próbálunk meg előkapni, akkor mire számíthat Székesfehérvár a gazdaságfejlesztés, az iparfejlesztéssel kapcsolatban a jövőben? Hogy egy pillanatra 2010 elé is visszanézünk, akkor, és összehasonlítjuk a 2008-as válság kezelésével, amikor az akkori kormány egyszerűen föltette a kezét, és elszaladt az IMF karmaiba, és óriási hiteleket vett fel. Ezzel szemben mi mindig igyekszünk rendkívüli helyzetben rendkívüli megoldásokat találni, és előrelépni. Ezt tesszük a válsághelyzetben, a járványhelyzetben. Székesfehérvár is próbált segíteni azokon, nem segélyekkel, hanem próbáltunk, mint város segíteni azokon a szektorokon, amelyeket legjobban sújtott a 2020-ban például, amikor visszahúzódtunk a lakásainkba, a turizmus, vendéglátás, ezeknek a vállalkozóknak helyben is, nem csak kormány, hanem helyben az önkormányzat is segített, és segítettünk azoknak, a szociális szektor dolgozóinak, akik segítettek az időseknek, nagymamáknak, nagypapáknak, hogy ne kelljen üzletbe járniuk, nekik segítettünk. Tehát mindig igyekszünk előrelépni, én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is, mint város, előre tudunk lépni, tudjuk segíteni a helyi gazdaságot, a helyi vállalkozókat, kis és közepes és nagy vállalatokat, hogy dolgozhassanak nyugodtan, és legyen a fehérváriaknak továbbra is munkahelye. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köztérrel természetesen jövő héten csütörtökön is jelentkezünk majd. Mai adásunkat megtalálhatják YouTube csatornánkon, de érdemes az fmc.hu-n is böngészni, hiszen ott is lesz összefoglaló, valamint a Fehérvár heti lapban. Viszontlátásra, kellemes időtöltést!